és a Ludwig Múzeum közös kiadásában megjelent Fluxus kötet. A beszélgetés résztvevői Szürke Anna Mária és Kalinczy Júlia. Tényleg, és legtöbb is mielőtt Szürke Anna Máriára várjuk, azt... Ezt nekem mondok egy pár dolgot előtt. Pontosan ezt akartam mondani. Az, hogy ennél jobb helyen nem is lehet ennek a könyvbemutatónak ez a pódium, ahol ülünk, mert ez egy igazán szimbolikus hely. Ugyanis elég kevés luxussal kapcsolatos tárgy van, ami Budapesten jött létre, és ami egyébként itt a múzeumban látható, és az egyik ez a pódium konkrétan, ami 1993-ban a Liszt Ferenc téren Bergotyi és Barátai György közös projektjeként jött létre, akkor, amikor meghívtuk Bergotyit, hogy az őszi fesztivál alatt valami szabadtéri eseményt szervezzen. És akkor az elképzelése az volt, hogy a tér közepére állítsunk fel egy pódiumot, egy publikus tér, és bárki szerepelhet rajta és használhatja. És ennek a tér pódium, és tehát ezt a feliratokat mind ott helyben ő készítette, és a tér egyébként még akkor mindenféle transzparensekkel volt kidekorálva, szintén a Ben döntött el a szövegét, az ő szlogenjei voltak, és magát a teret is átalakítottuk, és a Liszt Ferenc tér felirat helyett lett a Ben tér. Volt is ebből nagy botrány. A másik ilyen szimbolikus darab, ami itt található a múzeumban, és szintén Budapesthez kötődik, és egyébként egy világunikum, az egy kicsit odébb látható, az a Poipoidrom, amit Robert Filiu és Joachim Pfeiffer készítettek, és igazából elég kis jelentéktelen valaminek tűnik, pedig egy nagyon jelentős alkotás. Na most, aki a könyvet elolvassa és kicsit tanulmányozza az írásokat, az meg fogja érteni, hogy milyen egy fontos darab. Nem véletlenül kunyarálják a múzeumok, hogy engedjük tovább a kiállításokra azt a igen sérülékeny, szimbolikus teret. Nem maradt fenn belőle gyakorlatilag, csak ez az egyetlen. És egy igen jelentős tárgy ahhoz, hogy megértsük Robert Filiu-nak a filozófiáját, amit egyébként pár interjúban itt a könyvből is lehet olvasni. Na, ez volt a rövid bevezető. Nagyon köszönöm, és akkor... Tehát az artbook 1990 óta foglalkozik a Fluxussal. Mi voltak ennek a könyvnek az előzményei, és miért annyira fontos az artbook számára, hogy ilyen intenzíven koncentráltan évről évre különböző módon, de a Fluxust a tevékenység rendszer tanulmányozása? Igazából a rendszerváltáskor volt fontos, hogy mindazok a dolgok, amik elsikkadtak, amiről te ugye hosszasan beszéltél, hogy teljes légüres térben mozogtak itt a művészek, és próbáltak meg tájékozódni, és volt egy pár dolog, amiben a világ nagyon előre szaladt, és akkor már évtizedek óta ugye téma volt. Tehát ez volt a Fluxus, a koncert, meg sorolhatnánk itt az összes ilyen akkoriban alternatívnak számító műfaj, tehát annak már röhögnék ezen, hogy a performance, vagy a vizuális költészet, hangköltészet, vagy installáció, ezek mind olyan dolgok voltak, vagy kapcsolatművészet, az még ma is talán kicsit ezoterikus. És amikor az Artpool megkezdte a nyilvános tevékenységét 92-ben, és a nagy közönségnek megnyitotta a könyvtárát és az archívumát, akkor egyben beindított egy kutatási programot, és az első éveknek a programja az volt, hogy ezeket a műfajokat valahogy felhozzuk a tudatszintre, tehát valamilyen módon ismerté tegyük, részben a nagy közönség számára, részben pedig a programok szervezésével be is gyűjtsük az ezekkel kapcsolatos információt. És az egyik első ilyen téma, amire úgy gondoltuk, hogy nagyon nagy szükség van rá, az a Fluxus volt. Nem kis mértékben azért, mert a 70-es, 80-as éveiben azok, akik ez iránt nyitottak voltak, és
és érdekelt őket. Ez azt találták nagyon vonzónak a Fluxusban, és Javicski János, ha tévedek, én csak egy ilyen szemlélő voltam a dolgokban. Tehát azt találták nagyon vonzónak a Fluxusban, hogy nem vette komolyan a művészetet. Tehát a Fluxus művészeknek a sport, a vicc, a humor, az ugyanúgy része volt a művészetnek. És ezt viszont nagyon komolyan vették, hogy ez komolyan része a művészetnek. És abban az abszurd világban ez különösen vonzó volt, hogy lehet ennyire másképp is gondolni a dolgokra. És akkor most egy kicsit a könyvről beszélek, tehát úgy gondoltuk, hogy szóval akkor sem nagyon volt művészettörténész, aki meg tudta volna határozni, hogy pontosan mi az a Fluxus. Az egyetlen dolog, ami lehetségesnek tűnt, hogy azokat az írásokat, amik megjelentek, és nagyon nagy mennyiségben, ráadásul 1993-ban ünnepelte a Fluxus mozgalom, amit már akkor is nagyon idézőjelbe tettek, a 30. év megalakulásának a 30. évfordulóját, akkor rengeteg kiállítás katalógus jelent meg, és nagyon sok írást is közöltek. És úgy gondoltuk, hogy hát valamit tenni kell azért, hogy a magyar közönség is hozzáférhessen ezekkel az írásokkal, és első körben elkezdtük ezeket lefordítani. Tulajdonképpen különösebb válogatás nélkül vagy hozzá. Tehát ezek mind új fordítások, és mind az Artúrnak a programjában. Ezek mind olyan szövegek. Na most annak idején, a 92-ben, 93-ban partnereink voltak ebben a kutatásban, az főleg Szőke Anikó és Beke László is benne volt ebben a Fluxus kutatási projektben, és az Anikó vállalta magára azt, hogy megpróbálja a legfontosabb vagy legérdekesebb szövegeket, már látom, csak megjelenik, megpróbálja kiválogatni azokat a szövegeket, amiket érdemes lenne lefordítani. És akkor Anikó most ott tartunk, hogy te elkezdtél szövegeket válogatni, és felvetettem, hogy volt egy ilyen Fluxus kutatási projekt. Nem tudom, hogy hallottál-e kint valamit ebben. Úgyhogy nem baj, de viszont tudod. Még annyit mondtam, hogy ez egy szimbolikus hely, amin ülünk, és akkor végül is te jössz azzal, hogy elmondjam, hogy lettek ezek a szövegek. Nem, nem valóság. Két rész, a két idézőben szeretnék a köpőből olvasni, de Sugár János kíváncsi, hogy mit mondtam, hogy született, de van írva. Miért vége a programnak? Még nincs. Most kell. Hát, egy-két percet. János. Ezt hogyan fogja tudni az Artúr megoldani, hogy az, ami a könyv ebből szempontból is hiteles legyen. Tehát mi történt itt? Tulajdonképpen azt kell tudni, hogy azért a Fluxus kutatási éveit lezárása után, tehát mondjuk a 90-es évek közepén mi témákat váltottunk, tehát nem nagyon foglalkoztunk a Fluxussal, és valószínűleg valamiről lemaradtunk. Lemaradtunk arról, hogy ezek a művészek egymással összevesztek. Összevesztek, és elkezdtek azon vitatkozni, hogy egyáltalán volt-e Fluxus, vagy nem volt Fluxus, ki tartozik oda, ki nem tartozik oda. Voltak, akik megsértődtek, mert nem vették őket a bizonyos kiállításokba, és akkor közölték, hogy akkor gondolom, erről lemaradtunk, hogy akkor ők azt mondták, hogy akkor őket a Fluxussal kapcsolatban nem is lehet emlegetni. Na most, amikor előkerült, vagy felmerült ez a lehetőség, hogy kiadjuk azokat, amit egyébként már több mint 10 éve olvasható fordításokat, az Artúrban olvasható fordításokat könyvvalóban is megjelentessük, akkor nem folytattunk elég körültekintő tanulmányokat, hogy esetleg egyesek azóta már nem vállalnak közösséget a Fluxus szóval. De amikor megkerestük őket, hogy publikálhatjuk a írásokat, akkor ugye volt többek között a Harry Flint, aki a koncertművészetnek a elméletét is neki tulajdonítják. Volt egy írás, aminek a címe az, azt hiszem, hogy a Fluxus kezdetei, ez volt a írás címe, az közölte, hogy szó se lehet arról, hogy ezt egy Fluxus antológiába leközöljük, és hát egyébként is a koncertművészetet ne akarja a Fluxus kisajátítani, és kép magának. Ez eleve ez az írás kihagyott.
Most egy, tegnap kaptam egy másik e-mailt, ezt a Lamont Young nevű művésztől, aki közölte, hogy hát szó sem lehet arról, hogy az ő írását, ami a 1961-es előadása volt, és egyébként számos fluxus események kapcsán felmerült, és több fluxus antológiában benne van, hogy ezt a 13 oldalt még beletegyük a könyvbe. Úgyhogy én írtam is az Anikónak egy e-mailt, hogy majd meg fog kelni magyarázni, hogy a 93-ban miért gondolta, hogy a Lamont Young az be kellett kerülni egy fluxus antológiában, viszont nekünk, kiadónak, meg szerkesztőnek valahogy majd meg kell oldani ezt a problémát, hogy hogy veszük ki a Lamont Young egyébként már mindenkiben benne lett a szövegét a kötetből, és hát erre született az a javaslat, hogy ugyanúgy, mint ahogy az autónyákat vissza szokták hívni a különböző problémával rendelkező autókat, konstrukciós problémával rendelkező autókat. Én azt gondolnám, hogy az Artpoolnak hetente egyszer egy bizonyos fogadórában egy iratkapocson és egy pótlappal felszerelkezve várni kéne azokat, akik visszaviszik a könyveket, és akkor ezt összekapcsoljátok, ne legyen olvasható és mellékeltek egy lapot. Igen, ez az egyik variáció, amit meg fel fogunk ajánlani a Lamont Young-nak, hogy akkor ezeket a lap is visszaolvasztjuk össze. Egyetlen egy kapcsot. Egy iratkapcsot, és aztán, hogyha úgy gondolod, hogy a dolog eredetiségét megmondtad, kiveszed, ne olvasod. De aztán visszavérted, és újból összekapcsolják. De most akkor melyik lesz az eredeti, a visszavon, vagy amit nem mondtam vissza? Hát, hogy egy művet fogunk belőle csinálni. Hát nyilván egy preparált antológia lesz előbb-utóbb, ez szerintem teljesen adekvált a témához. Ez az eddigi utóélet a könyvnek, de előtte szeretném, hogy amíg még nincsenek összetűzve a lapok, addig minél többet olvashatnák, és maguk elbírálnák adott esetben, hogy a Lamont Young megint tartozik a kurszushoz. Szóval ezúton kérnék mindenkit, hogy először is ezt a Lamont Young és a Flint szöveget olvassák el, mert ez rövid idő. Az nincs benne, az már az időbesz volt, hogy a Lamont Young. A fluxus antológiában jelenik. Mert írjátok a könyvnek ugye az utószalában, hogy a fluxus könyv mellett egy nagyobb részet is a fluxus antológia is terve volt kérve. Hát ez az, amiről leginkább tényleg csak az Anikó tud beszélni, mert ugye ez volt az ő eredeti projektje. Ez ahhoz képest egy soványka kis kényszer kivonat, amit mi megjelentetünk, mert ugye ez a könyv, ez abból az Anikó által eredetileg tervezett fluxus antológiából már lefordított írásokat tartalmazza. Maga az antológia az ennél sokkal bővebb és teljesebb lett volna, és hát van a... Tehát akkor a szerkesztési szempontokat kérnék, Anikó. Milyen alapon kerültek szövegek ebbe a könyvbe, és hogyan, mi lesz, mit fog tartalmazni ez a jövőbeli fluxus antológia? Azt mondtam az előbb, hogy milyen alapon kerültek ebbe. Ami már le volt fordítva, az került ebbe a könyvbe. Tehát én nem tudok ebbe a könyvbe kapcsolatban sem bőség nyilatkozni. Eredetileg függetlenül jött létre, abból az apropóból, hogy ez a kiállítás is megrendezték rá. Ez egy kampány volt. Ugye a kampányunkát hoztatik a szövegét. Jézusban sokan vannak, akik sétálnak Budapest gyönyörű városában is. Főleg egyetemisták nagyon sokat sétálnak a Szabó Ermi könyvtár környékén. Arra is emlékszünk, hogy ezt nem emlékezünk, hogy ezt nem olyan régen készítették el ezt a környéket. Szépen kikövezték, fákat ültettek. Eltelt egy-két év, és ha valaki sétál arra felé, akkor azt tapasztalja, hogy adott esetben lábtörés, vagy levető botlás vár rá, hogyha ezeken a köveken sétál. A kövek följött, de egész a fugák nincsenek kiöntve. Az egész egy kampánynak a volt, gondolom a helyi polgár, nem emlékszem már pontosan milyen alkalommal, a helyi polgármester vagy fővárosi polgármester választásokon olyan, gyorsan elvésztették ezt a munkát. Hasonlóan a Király utcában is, hogyha valaki sétál, hogy ezt tapasztalja, azon gondolkodom, hogy van az a kínfölgyekben vagy elfogatőben a lábát, hogy nem értele följelentve a fővárosi is. Nagy kártérítés fog adni. Tehát ezek a kampánymunkák. Azért nem jósulod ennek a könyvnek, hogy szintén ilyen életveszélyes és balesetveszélyes lesz. Egy
világnak a részei, és van a szellemi világ, amelynek szerintem szintén vannak életveszélyes fordulatai. Ott is lehet olyan hibát elkövetni, ami életveszélyes. És ez, mint hogyha nem venné senki sem figyelembe. Tehát én a magam részéről ugye az volt az én részem ebben a kötetben, leginkább az volt a részem, hogy nem csináltam meg időben. Tehát még maga részről mondtam, hogy egy pár év is sok elkészülünk, ugye, hogy ezt én elképzeltem. Valószínűleg, hogyha lett volna időm vele dolgozni, akkor például ennek a hibákkal, amik kisültek az egyes művészekkel kapcsolatban is, azok nem fordulnának elő. Vagy legalábbis valahogy menedzselni lehetne ezeket a problémákat, mert a szövegek nagyon fontosak, nem véletlenül lettek el kiválasztva arra, hogy magyarul legyenek fordítva. És szerintem most ezek után, amit Franciai elmondott, kisült, tehát ezek után szerintem minden, ha valaki lelkismeretesen komolyan gondolkodik, akkor összes kötetet már be kellett volna szedni. Tehát már, mától kezdve nem szabad állni a kötetet, mert egy művész, és megkaptam ezt a levelet valóban, nagyon határozottan leírta, boldal kiemelve, még egyszer leírta, hogy kiírjuk, hogy nem. Na most nem tudom, hogy hogy történt a szerkesztés, hogy ez utólag sült ki. Tehát az, a Boros Judit feladata, amikor szerintem én rövidre zárom ezt a részét a dolognak, a művész az megfelelő időben meg lett keresve, két levéllel is, és nem tartotta fontosnak, ahogy a Harry Flint az fontosnak tartotta, hogy jelezze, hogy nem szeretné, ha benne lenne az anyaggal kötetve a Lamontanya, amit nem tartotta fontosnak, én úgy gondolom, hogy jogilag a dolog teljesen korrekt és rendben van. Hát utólag eszébe jutott, hogy mégsem, hát mit tudom én, találkozott a Flinttel, együtt kocsmáztak a sarkon, és a Flint mondta, hogy ő azt mondta, hogy ne legyen benne. És mivel ők annak idején együtt csinálták az antológiát, már jó barátok, még most is, és kihagyták őket rendszeresen a nagy fluxus kiállításokból, és akkor most úgy gondolják, hogy ez nem egzotikus kis magyar fordításon köszönjük a, nem tudom, a könt, a vizeiket, a nyelvüket, és mi lesz utal, nem tudom, hogy kiszolják a könyveiket, mert szóval én hogy mondjam, ezt úgy gondolom, hogy persze a művészet történészeknek gondolkodni kell azon, hogy milyen határolnak egy oldalon sor bizonyos művészek. A könyv kiadása szempontjából ez egy részben egy egyszerű jogi kérdés, amiben úgy gondolom, hogy nincsen probléma, és ezt meg lehet oldani, de inkább egy művészeti kérdés, amit szerintem szintén meg fogunk oldani. Én nem gondolom, hogy utólagosan vagy, amit szóval egyszerűen nevetségesnek tartom, hogy egyet a gondolatot is, hogy a könyveket be kéne zúzni azért, mert utólag eszelőd valakinek, hogy ő nem érzi. Azt nem mondta, hogy megérdezik, azt mondom, hogy az átcsikásában mai nap le kéne állítani, azt hogy jó ötletet tartok el, és kéne reparálni a könyveket, és akkor pecsit ellátni, utána a kúra bocsátani, és akkor még nagyobb van növelés, érvényében van egy ilyen, ez megjelenik. De azt mondja, hogy amelyik pillanatban ezt a levelet elolvasta, nem tudom, hogy a másik az, hogy ennek gondolkodom, hogy itt a fluxus kiállítás, egyfajtában arról van szó, hogy ez a művészet, ez a fajta gondolkodás, ez a fajta attitűd, ez a fajta mentalitás, amit megjelent annak idején, ez egyáltalán hogy mutatható be egy múzeumba, hogy ez vajon megfelelő helye rá. Itt volt ugye egy megnyitó, ahol Szentgyörgyi Tamás megint egy világra szóló akciót csináltunk, azon, hogy olyan jelentőségű, mint annak idején a Szabadságszobora kapcsolatos akciója volt. És amelyik megpróbált valami megnyilvánulást, vagy valami akciót csinálni, amely valahogy próbált reagálni, vagy reflektálni erre a problémára, hogy az a művészet, amelyik azt mondja, hogy az élet és a művészet egyenlő, az hogyan jelenik meg a múzeumokban. Egyébként itt egy archívumot látunk, ez egy archívum kiállítás. Ezt egyáltalán meg lehet a végignézni, látni, egy archívum kiállítás. Hol jelenik meg ebbe az élet? Mit csinálunk azzal a művészettel, amelyik elsősorban az életre hivatkozott, az időpillanatra, a szituációra hivatkozott? Nincs végig gondolva. De nem baj, mert a kérdés egyébként ott a helyén van, mert ez egy kutatásnak az eredményét mutatja be, és ilyen értelemben elfogadható.
A másik, és azt gondolom, hogy ha ezzel nem szembesülünk, és a művészeket így átlépünk, hogy persze kocsmázta, akkor persze, hát akkor nem vegyünk semmit komolyan, akkor bármit csinálhatunk, de akkor miért foglalkozunk ezzel? Tehát én azt gondolom, hogy, és azt javaslom, és a szerkesztők is van szavam, hogy ezt a könyvet ebben a pillanatban állítsák le meg az elállítása. És valóban Valántai György preparálja. Robert Mihály. Szövege, neked részletet. Engem mindenek előtt a folytonos teremtés érdekel. Gyakorlatilag bármelyik munkámból kiindulhatok, ha körül akarom írni a fogalmat. Íme a bélyegű, a végső változat, amelyen a következő szöveg olvasható. Folytonos teremtés. Ez ekvivalencia elv. Jól megcsinált, rosszul megcsinált, meg nem csinált. Vagyis azt mondom, hogy a folytonos teremtésben a jól megcsinált, a rosszul megcsinált és a meg nem csinált mű ekvivalens egymással. Régóta foglalkoztat a folytonos teremtés, és szívesen használom ezt a kifejezést, szívesebben használom ezt a kifejezést, mint azt a szót, hogy művészet, mert számomra a művészet mindenek előtt kreativitás. Tehát a jól megcsinált, rosszul megcsinált, meg nem csinált, ekvivalens egymással mondja ő. És amikor idefelé fogalmaztam, hogy elmondom ezeket a kockakörű jelenségeket, a városait, ami nagyon-nagyon irritál, és amelyek a kézművesek elvileg, hogy mondják ezeket? Akik ezzel foglalkoznak, erre vannak, hogy csak csempe rakással és kövezett lerakással foglalkozó, azt megtanulóak, a szakemberek, burkoló. A burkoló ugyanúgy művész, mint a másik ember, aki mással foglalkozik, az is művész, ugye ezt a Szettyori Tamás is tematizálta a témát Magyarországon, tehát ha mindenki művész, mert ezt mondja a fluxus, akkor a burkoló művész is művész. Az a feladata, hogy jól megcsinálja azt a dolgot. Ha rosszul csinálja meg az ekvivalens azzal, ha jól csinálja meg, és ha nem csinálja meg, az is ekvivalens azzal, hogy nem csinálja. Elbizonytalanodtam, hogy nagyon kifelelnek meg. Akkor a nem jól megcsinált fluxus könyv és tulajdonképpen ekvivalens a jól megcsinált fluxus könyv. Amennyiben a Királyi Szám vagy a Tavaly emlékültel környékén a sétálnak, amik van, és fölfigyelni kell a problémát, eddig nem figyeltek, mert a fölön tényleg hajtani az eredetni, akkor gondolkozzanak erről, hogy ezt jól meg van csinálva, vagy ez tényleg ekvivalens azzal, hogy nincs megcsinálva. Nem tudom. Nyitott művészet a fontos. Azokra gondolok, akik dolgoznak, a dolgozó emberekre, és előtt az érzés, hogy amit csináltam, fabrikát sem ér. Az élet oly bonyolult, a munka olyan nehéz, a gazdasági viszonyok annyira lehangolóak, és a környezet annyira hiába való, hogy az akarat néha megbénul. De találtam valamit Eckhart mester egyik könyvében, franciából fordítom. Az akaratommal bármit tehetek, hordozhatom az egész emberiség súlyát, táplálhatom a szegényeket, temértek munkát elvégezhetek, mindent megtehetek, ami tetszik. Ha a hatalmam hozzá hiányzik, de megvan az akaratom, Isten előtt mindezt megcselekedhetem. És ezt senki egy pillanatra sem mondhatja kétségbe, vagy vitathatja el tőlem. Köszönöm szépen. Jó, hát akkor köszönjük szépen. És hagyjuk egy kis időt a videóknak is. Hagyjuk egy kis időt a videóknak is, és akkor a könyvbemutató tanulsága, hogy aki ezt a könyvet megszerezte, vagy megszerzi a jövőben, annak még egy nagyon fontos feladata van, hogy a könyvet érvényesítse, mert ezek szerint ez a könyv így érvénytelen, és nyilván ezt a megfelelő helyen, az az Artpoolban érvényesítő lehet. Tehát a Lamont Young akaratát érvényesítő akcióra
várunk mindenkit egy később meghatározott időpontban az Artúr helyiségében. Köszönjük, és akkor Koton Viktor érkezik videókkal. Igen, az valahol másokon. Másokon. De arra kell menni. Ja, a tímpont azt a irányába kell eljönni.